Árpából az ország szerte vetett 230 ezer hektár legnagyobb részét már betakarították, az aratás pedig napokon belül befejeződhet. Idén 5,2 tonnás termés átlagot várnak a gazdák hektáronként, ami 1,2 millió tonna össztermést jelenthet, derült ki a Concordia Közraktár ZRT közleményéből. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke azt mondta televíziónknak, megyénkben valamivel jobb a termés átlag, mint a korábbi évek során. A kalászosok betakarítása is, mint általában a mezőgazdasági növények, az idén szinte vagy két héttel előbb kezdődnek. Így történik a mi megyénkben is, ugye még most volt Péter Pál, és a csapadék nem akadályozta volna a múlt hét végén, akkor már a kombányok a betakarítással foglalkoztak volna, így is az őszi árpának közel 70%-át sikerült betakarítani, valamivel jobb az eddig betakarított átlag, mint a tavalyi volt, úgyhogy reménykeltő. A búzába is belekóstoltunk közel 10%, ez a tavalyi átlagtól egy kicsit elmaradt, de az információink szerint ezek olyan területekről is lett levágva, ami ilyen homokosabb, szárazabb talaj, ami esetleg egy kicsit az aszá is nyomta. Nagyon reménykedünk abban, hogy amikor már nagyobb százalékban lesz a betakarítás, akkor ez is eléri a tavalyi átlagot. A repce betakarítása is előre haladott állapotban van, rekordok is születtek, jellemzően 3 tonnán fölül várják a hektáronkénti átlagot, tette hozzá Rácz Imre. A kamara elnöke azt mondta, Tímár környékén 38 mázsás rekordbetakarítások is születtek. Ez nem csak egy táblán belüli, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jónak számítható, de a 3 tonnán felül várjuk az átlagot is, az nálunk ilyen 2,7 szokott lenne az átlag, úgyhogy úgy gondolom, hogy a kalászosokra és az áraira se lehet most panaszt. Az étkezési búzáért 4400 forintot, a tritikáléért pedig 4000 forint körüli árat kínálnak a felvásárlók, ami 500-1000 forinttal magasabb a tavalyi felvásárlási áraknál. Rácz Imre hozzátette, a népi hagyomány szerint, ha az aratást megzavarja az eső, akkor a napraforgó és a kukorica kilátásai is jók. Ez a remény pedig a földeken lévő kultúrákon is beteljesedni látszik, hiszen már erősödő csövek találhatók a kukoricán.